Biztonságosabb közlekedésért Karcagon. Kunhímzések, párnavégek, kunsági nemzetközi kézműves tábor. E véradásra buzdítanak. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 15-én 18 óra 5 perckor. Mint nézőink is láthatják, járva a várost, folyamatosan zajlik az új kerékpárút hálózat kivitelezése. A részletekről városunk polgármesterét, Szepesi Tibort kérdezzük. Hol tart most a kerékpárút kivitelezése, mely munkafolyamatoknál járnak? Ütemesen és az előzetesen eltervezett határidőknek megfelelően zajlik a kerékpárút építése, illetve azoknak a szakaszoknak a felújítása, amely felújításra fog kerülni. Folyamatos egyeztetések zajlanak a kivitelező, a műszaki ellenőr, illetve az érintett szakemberek között. Van olyan rész, amely már teljes egészében elkészült. Itt tervezzük azt, és abban maradtunk a szakemberekkel, hogy azok a részek, amelyek elejétől a végéig bonthatóan elkészültek, már arra gondolok bonthatóan, hogy részekre bonthatóan elkészültek, azt minél hamarabb megpróbáljuk majd a forgalom részére átadni. Természetesen azért ennek vannak megfelelő folyamatai, engedélyeket meg kell kérni, a használatba vételi engedélyt meg kell nézni, azokat a szakhatósági engedélyeket, amelyek ehhez kellenek. De gondolok itt elsősorban a Vasút utca és a posta közötti részre, amely már nagyrészt elkészült, utána a posta és a piac közötti részre. Tehát terveink szerint nem várnánk meg azt, hogy az egész kerékpárút elkészüljön, hanem ilyen szakaszos használatba vételi engedélyt kérnénk, hogy lehessen használni azokat a szakaszokat, és biztonságosan lehessen kerékpározni azokon a szakaszokon, amelyek elkészültek. Nyilván ezzel együtt a közúti forgalom is javul, hiszen ha a kerékpárosok a kerékpárutat használják, akkor az autósok is egy picit szabadabban tudnak majd közlekedni. Vannak olyan részek, amelyek ebben az időszakban tudom, hogy egy picit akadályozzák a forgalmat, ezért türelmet kérünk mindenkitől, hiszen itt a Táncsics körúton is, ahol nem kerékpárút épül, hanem szélesítve lesz a meglévő útszakasz, és két oldalt lesz majd fölfestve kerékpárosok részére kerékpársáv. Itt egy picit azok a munkálatok, amik zajlanak, ugye itt a szegélykő lehelyezés, áthelyezés, bővítés, majd az aszfaltozás, egy picit akadályozzák a munkát, de azt gondolom, hogy ezt érdemes kivárni, és egy picit türelmesnek lenni, hiszen az elkészült út valóban sokkal biztonságosabb lesz, mint ahogy eddig lehetett gépkocsival és kerékpárral egyszerre használni ezt az utat. Következik majd a madarasi kerékpárútnak a felújítása, illetve a berekfürdői kerékpárútnak egy része, ahol a szakemberekkel egy olyan technológiát próbálunk kidolgozni, hogy hosszú távon meg legyen oldva az a probléma, ami jelenleg jelentkezik, tehát ez a hosszanti repedés, ez lehetőleg végérvényesen eltűnjön ebből a kerékpárútból. Ez egy pici statikai megerősítést is jelent, ennek keresik a pontos módját, de azt gondolom, hogy ismerve a kivitelezőt és a mögötte lévő szakembergárdát, biztonságosan meg fogjuk tudni ezt is oldani. Úgyhogy egy pici türelmet kérek, és nem sokára el fog készülni a kerékpárút. Dr. Eskovács Ilona etnográfus Kunhímzéses párnavégek címmel megjelent könyvének bemutatója volt a Dériné Kulturális Központban. A kunhímzéseket bemutató kiállításon a hagyomány iránt érdeklődők elé tárult az előadáson ismertetett népi alkotások jellegzetességei a táncoló tulipán kunhímző csoport készítésében. Kunrózsa, aminek az a különlegessége, hogy igen nagy méretű és koncentrikus körökből épül föl, néha annyira sok koncentrikus kör van, amit szinte hímezhetetlen, 12, sőt számoltam olyat, ami még ennél is több koncentrikus kör. Nagy méretű ez a motívum, általában három van egy párna végen belőle, és két oldalán a kunrózsáknak egy-egy oldalvirág, egy nefelejts formájú, vagy más egyéb virág is lehetséges. Miért ilyen nagy ez a motívum? Nagyon sokat gondolkoztam ezen. Egészen mások voltak abban az időben a nagykunságban a házak, abban az időben 18. században, 19. század elején
pici kis ablak, kevés fény a szobában, és csak így lehetett látni ezeket a párnavégeket, hogyha nagy motívumokat raknak rá. Ami viszont nagyon fontos, ezek a motívumok, ez a díszítménykincs valójában a korábbi úri hímzésekből származik, ami kapcsolatban van a magyarországi reneszánsz hímzésekkel, reneszánsz mintakincsel, és annak az egyszerűségét, szépségét hozza a kunhímzés is, kompozícióban, szerkesztésben, de még a színvilágban is, azonban annak a paraszti változatát. Paraszti változatát azért, mert nem sejemfonallal hímezték, hanem a racka gyapjú szálaiból fonták, festették azokat a fonalakat, amit a hímzőtűbe fűztek. Na most, hát van Magyarországon sok gyapjú hímzés ebben a korai időszakban, tehát a 18. században, de az a megoldás, hogy színátmeneteket használnak egy motívumon belül, az nagyon a kunhímzésre val, és ez a mi különlegességünk. A könyvbemutatót dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter nyitotta meg, aki megnyitó beszédében kiemelte, hogy a kunhímzés egy olyan érték, amiről kijelenthető, hogy csak a miénk, valamint szerves részét képezi a helybeli hagyományoknak. Ez a dolog, ez a csoda, a kunhímzés, ez egy olyan érték, ami csak a miénk. Nagykunsági hímzés, itt nem lehet vita, hogy más főzött olyat, más varrott olyat, más készített, vagy faragott olyat, vagy írt olyat, mint ami nálunk is, mint a miénknek tudunk. Ez tényleg a miénk, a kun emberek, a kun asszonyoknak az alkotása, és szerves része az itteni hagyományoknak, épp úgy, mint az országos értékeknek. És én azért tartom kiválónak és Kovács Ilonának ezt a témaválasztását, mert egy összegző munka az, amelyet hamarosan majd a kezébe tud venni és forgatni tud. Egy nagyon színvonalas, jó megjelenésű képekkel gazdagon illusztrált és alapos szakmai hátteret is felmutató kiadvány, amely bemutatja a nagykunsági hímzések világát, a kunhímzést, annak a történetét és a jelen és átvezet bennünket, hiszen nagyon fontos az, hogy ez az érték ez ne a múlt ködébe vesszen, hanem megújuljon, akár használati tárgyakon, dísztárgyakon is, és legyen része az életünk. Én, hogy így visszakutattam a emlékezetemben, gyermekkorom még jutottam, kerestem, hogy mikor hallottam először a kunhímzésről, és még nagyszüleim mondták, meg édesnéném, amikor a kunsági jellegzetességekről volt szó, és nem az étel volt elő, hanem a reformátusság, a kun identitás, a makacs következetesség, és utána jött a hímzés, a kunkötés és a többi értékünk. Tehát büszkék lehetünk szerintem arra, hogy ilyen hímzése van ennek a tájnak, az itt élő alkotóknak, lányoknak, asszonyoknak egyaránt, és arra is büszkék lehetünk, hogy ez most egy összefonalú kötetben elénk tárul. Kunhímzés sokféle van, de eredeti, régi kunhímzés az nagyon kevés, mondta bemutatón a könyv írója Eskovács Ilona. 1906-ban Karcagon létrehoztak egy múzeumi gyűjteményt, amiben kiderült, hogy körülbelül 20 kunhímzés volt, és ami szomorú, hogy ez a kollekció 1944-ben elpusztult, de óriási hatással volt a karcagiakra, mivel a karcagi asszonyok majd az 1930-as években, miután Györfi István fölhívta rá a figyelmet, elkezdték ezt a stílust hímezni. Addig ez a hímző stílus ismeretlen volt. Az a különleges, hogy Györfi István révén 1920-as években a Néprajzi Múzeumba Budapestre került ez a gyűjtemény, és akkor rajzokat készítettek róla, sőt, még itt Karcagon 1912 környékén fénykép felvételek is készültek a kiállításról. Én megtaláltam ezeket a fényképfelvételeket, és ami a különlegessége, hogy a fényképe az egyik kunhímzéses párnavég fényképén egyértelműen látszik, hogy a párna 1721-ben készült.
Kiderült, hogy a Néprajzi Múzeumban őrzik ennek a egész kollekciónak a leltári ívét, és abban még két olyan hímzés is szerepel, ami mellé odaírták a leltárkészítők az 1706-os évszámost. Ez azért különleges, mert a magyar népművészeti anyagban, a népi hímzések körében valójában ezek az évszámok bizonyítják, hogy a kunhímzés a magyar népi hímzéseknek a legkorábbi stílusát képviseli. Az érdeklődők a könyvet a Városi Könyvtárban is elolvashatják. A héten tartották Berekfürdőben a nagykunsági nemzetközi kézműves tábort, amelyről Andrássy Mihály karcagi fafaragót kérdeztük. Mint megtudtuk, az egyhetes tábor résztvevői már sokadik alkalommal vannak a településen. Sok kézműves alkotást készítettek már a falunak. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, ez mindig nagy élmény számunkra. Hát nagyon sok mindent csináltunk már itt Berekfürdő számára. Elejében csináltunk utcanévtáblákat, volt egy ilyen kunkapu projektünk, csináltunk padokat, csináltunk könyvespolcot, tehát ami éppen szükség volt a Berekfürdő számára, azt mi szívesen elkészítettük. Most Kocsis Lajos, Sinka István, Andrássy Mihály, Csiszer András, György Gábor fafaragó, Szűcs Imre fazekas, Andrássy Népeszeki Ágnes mézes kalácsos, Luka Lajos veszőfonó alkottak együtt. Reméljük, hogy lesz még ilyen tábor, több is. Most különben tervezünk egy nagyon szép dolgot. Elhatároztuk a fafaragókkal, hogy egy ilyen betlehemes dolgot fogunk létrehozni, és most tervezgetjük ezt. És a következő tábornak ez lesz a témája. A faragók virágládákat készítettek a falu köztereire, mert készült már utcatábla, pad és sok más köztéri alkotás is. A virágládák mellett egy ajándékszobrot is faragtak. Most virágládát készítünk itt a falu számára, és akkor itt köztéren lesz elhelyezve, meg csinálunk egy nagyon szép ajándéktárgyat, amit majd átadunk egy úriembernek, mikor eljön az ideje. A táborozók a napi több órás alkotás után a bereki gyógyvíz áldásos hatását is élvezték. A véradás fontosságára hívta fel a figyelmet Herceg Anita, az állam főfelesége, aki teheti, térségünkben is álljon a felhívás mellé. A véradással életet menthetünk. Hogy az ember életében ritkán adódik ténylegesen olyan helyzet, amikor valakinek az életét megmentheti. Ennek a legegyszerűbb módja a véradás, hiszen a vérkészítmények másként nem előállíthatók. Fontos, hogy legyen elegendő vérkészlet most, amikor a pandémia miatt elhalasztott műtétet is végzik. Országszerte több mint 30 helyszínen várják a véradókat. És ez már a negyedik olyan véradás, amit a koronavírus járvány alatt szerveznek meg egyre nagyobb számú résztvevővel. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációt. Viszontlátásra!